Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, illetve köszöntök mindenkit. Azért tegeződtem, mert tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást. Engem Szedlacsik Miklósnak hívnak. Hogy tetszik a jelenlegi világ? Alakul? Nem? Alakul a világunk? Egyre jobban alakul. Egyre gyorsabban alakul, nem? És megszűnt a moratórium sok embernek, a többségnek talán. Ugye a hitelmoratórium is. Most november 1-től. Azt mondták, kb. 1 millió embert érint, akinek megszűnt. Úgyhogy jön a jó világ, jön a jó világ. Negatív értelemben. Nyilván ilyenkor jön az, hogy a negatív változásokat ki tudja pozitívra fordítani. Ezt egyszer már megcsináltuk. 2020-tól megcsináltuk, ami azt jelenti, hogy 20-ban is, 21-ben is megcsináltuk, hogy a negatív változásokat pozitívvá változtattuk, ami azt jelenti, hogy minél negatívabban alakultak a dolgok, nekünk igazából annál jobb volt. Tehát most akkor nézzük meg, hogy hogy lehet pozitívra változtatni a negatív változásokat. Ugye tudjátok, hogy egyedülálló dologgal foglalkozunk. Méghozzá bolygó szinten egyedülálló. Mi nem egyszerű képzéseket nyújtunk az embereknek, nem egyszerű motivációs képzéseket, vagy személyiségfejlesztő képzéseket. Nem. Sőt, nem is egyszerű coach képzéseket nyújtunk az embereknek. Tehát vannak olyan szervezetek, amelyek coachképzéseket nyújtanak, vannak olyan szervezetek, amelyik személyiségfejlesztő tést nyújtanak az embereknek, vannak olyan előadók, akik motivációs képzéseket tartanak, tehát motiválják az embereket. Na most, hát vannak olyan oktatók, akik például spirituális képzéseket tartanak. Tehát, ami azt jelenti, hogy ilyen szellemi dolgokkal. Na most, az a helyzet, hogy én mind a négyhez értek. Nem csak a coachképzéshez, nem csak a személyiségfejlesztéshez, nem csak a motivációhoz, nem csak a szellemi dolgokhoz, oké? Hanem mindhez. Tehát gyakorlatilag az ember és az élet működésével kapcsolatban mondhatjuk azt, és ez nem nagyképűség, most ne vegyétek nagyképűségnek, de ha ma a bolygón bárki az ember és az élet működésével kapcsolatban képzést tud tartani, azt én meg tudom tartani. És ez nem nagy képűség. Ez nem nagy képűség. Azért mondom, mert ez tény. Tehát gyakorlatilag van egy ilyen képességem, hogyha bármi olyan dologról informálódom, ami az ember és az élet működéséhez hozzásegíti az embereket, akkor én ahhoz kapok tudást. És lehet, hogy bőségesebbet, mint az az illető, aki abban a témában specializálódott. És ez teljesen egyedülálló bolygó szinten,
hogy bármely olyan dolog van, ami az ember és az élet működéséhez kapcsolódik, ahhoz nem csak azt tudom elmondani, hogy hogyan juss el A, vagy nem csak azt tudom, hogy juss el B-be, és te most az A pontba vagy, hanem azt is el tudom, tudom tanítani, hogy hogyan juss el oda. Mert ugye mit csinál a legtöbb előadó? Elmondja, hogy miben nem vagy jó, és milyenné kellene válnod. Nem? És nagyon jól el tudják mondani, hogy milyenné kellene válnod. Hogy kellene működnöd? De hogy juss oda? És mit csinálj, ha elakadsz közbe az odajutáskor? Azt valahogy elfelejtik. Elfelejtik tanítani az embereknek. Na most én meg mióta elkezdtem olyan tevékenységgel foglalkozni, ahol tudásra volt szükség, mert emberekkel kezdtem el foglalkozni, onnantól engem nagyon érdekelt az, hogy mi miatt van. Na, tehát mi miatt, igen, köszönöm szépen. Jó, tehát mi miatt van. Mi miatt. A mi miatt, igen. Szóval a lényeg az, hogy engem nagyon érdekelt azóta, és mai napig is, és a jövőben is, hogy miért úgy működnek a dolgok, ahogy működnek, és hogyan lehet tényleg módszerként használni dolgokat. És az is érdekes, hogyha valamit esetleg nekem nem kellett csinálni, ami viszonylag ritka, de tényleg ritka, tehát annyi mindent meg kellett már élnem életemben, hogy tényleg az esetek többségében, amiket módszereket tanítok, én azt meg is csináltam. Illetve mondhatjuk azt, hogy csinálom. De ha nem, mert nem kellett, akkor is megkapom rá az információt, hogy mi a módszer hozzá. És hát ez eléggé egyedi ilyen formában, ráadásul ha elmentek bármilyen képzésre, az lehet akár motivációs képzés, azok a legolcsóbbak. Az általában ott kezdődnek a motivációs képzések, hogy mondjuk egy ilyen 5-6 órás motivációs képzés, az egy 10-es. Milyen 10-es? 10.000 forint. Onnan indulnak. Ha már mondjuk személyiségfejlesztő képzésről van szó, akkor az már nem annyi, az már jóval drágább egy 5-6 órás képzés. Akkor, hogyha elmész szellemi képzésre, tehát ahol a szellemi dolgokkal foglalkoznak, az is jóval drágább. 10.000 forintnál 5-6 óra. És ha elmész mondjuk coach képzésre, hát az is jóval drágább. Mondjuk 5-6 óra 10.000 forintnál. De a jóval drágább az nem azt gondolt, hogy mit tudom, 20%-kal, hanem ilyen kétszer, háromszor, négyszer, ötször drágábbak. Mint mondjuk az egyszerű motivációs képzések. Na most mi az olyat, hogy motiválódj is, és milyen vagy, és milyenné kellene válni, azt nem pénzért nyújtjuk, hanem ingyen. Tehát azért nem kérünk pénzt. Arról szólnak ezek a bemutató előadások. De hogyha tényleg el akarsz jutni A-ból B-be, tényleg változást akarsz az életedben, például nem nagyon akarsz betegnek lenni, vagy nem nagyon akarod, hogy baleset érjen, vagy nem nagyon akarod, hogy mondjuk legyen családi problémád, de azt se szeretnéd, hogy anyagi problémáid legyenek. Hát azokat már a tanulóinknak nyújtjuk,
akik havonta 30 óra képzésben részesülnek, ezeket a képzéseket utána visszanézhetik a neten, vagy le is tölthetik, mind hanganyagba, mind videóanyagba, és ez a 30 óra, ez mindössze 9800 forint, ha azt visszaosztod, akkor nem egész 330 forintra jön ki óránként. Ettől ugyan eltér az első havi tandíj, mert az ennek a csak nem duplája, 19700 forint. És ezeket így megnézzük, nehogy a piacon, itt Magyarországon, tehát sehol a világon nem kapsz ilyen összegér, ilyen értékű képzést. A havi értéke a képzéseinknek az körülbelül 150 ezer forint. Tehát máshol ez alatt nem kapnál módszereket. Tehát nem tudom, hogy esetlegesen mennyi olyan ismerősöd van, aki szeretne egészséges lenni, szeretne balesetmentes lenni, szeretne családi problémamentes lenni, és esetleg anyagi problémamentes lenni. Nem tudom, esetleg mennyi ilyen ismerősöd van, vagy te esetleg ilyen vagy-e, és ezért hajlandó vagy vajon áldozatot hozni, ugye ez a kérdés. Mert áldozatok nélkül nincs pozitív változás. Tehát olyan, hogy nem tenni semmit, és mégis változást akarunk, az az lesz, ami a mai világba jutottak az emberek. Tehát gyakorlatilag nem tettek a jövőért semmit az emberek, és oda jutottak, ahova most jutott az emberiség. Nem akarom felsorolni, hogy hova jutott az emberiség, sőt azt sem, hogy még hova fog jutni. Jó? De nem kifelé megyünk ebből a dologból, hanem befele, csak hogy tisztában legyünk ezzel a dologgal. És még egy jó ideig befele megyünk. Tehát még azt mondhatjuk, hogy évekig befele fogunk menni. Évekig. Tehát nincs kifele. Akár mondhatnám azt, hogy a Bibliában megjósolták, hogy a nagy változás előtt nagyon rossz lesz az embereknek. De hát nem a Bibliából nézzük ezeket a dolgokat, hanem ugye én kapok közvetlen információt avval kapcsolatban, hogy mi várható. Hát most már körülbelül 20 éve. 20 éve, és az a baj, hogy ezek mindig bejöttek. Szóval mondom, szépen befele megyünk, és hát vajon azt akarod-e magadnak és a családodnak, hogy még rosszabb legyen? Mert ez lesz a legtöbb embernek. Vagy pedig ki akarsz ebből úgy lépni, hogy ne legyen rosszabb, hanem jobb? Ez a kérdés. Tehát ez a kérdés. De hát hogyha te olyan életet akarsz élni, mint éltél együtt, akkor nem lesz jobb. Éltél eddig, akkor nem lesz jobb. Ha olyan életet akarsz élni, mint a többiek élnek, akkor nem lesz jobb. Tehát pontosan megtanulhatod azt, és rövid idő alatt, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ebből jól jöjjél ki. És ne úgy, hogy tudod, hogy fognak kijönni az emberek ebből az egész slamasztikából, ami most van. Ezt egy gödörhez hasonlítanám. Ami azt jelenti, hogy szépen így mennek a gödör alja felé. És amikor lent van az ember a gödör alján, akkor két választása van. Az, hogy a teremtőjéhez vagy az Istenéhez fordul segítségül, és akkor valahogy kijön a gödörből, nagy nehezen.
vagy elássa magát a gödörben, magyarul a gödör alján belehal. Nincs más választás. Vagy nem mész a gödör aljára. Világos ez? Tehát ez olyan, a gödör alja felé haladás, mint mikor a zuhanó repülőn vannak az emberek, és a repülő zuhan, és a zuhanó repülőn nincs ateista. Ott mindenki azt mondja, jaj Istenem, segíts! Na ugyanez van a gödör alján. Mikor az embereknek már totál kilátástalan a helyzetük, akkor két dolog fog az emberekkel történni, vagy az egyik, vagy a másik, az, hogy belehalnak, vagy a túlélésükért imádkoznak. Márpedig sajnos e felé halad az emberiség. Oké? És akkor itt lehet választani, mint ugye a zuhanó repülőn már nincs választás, de előtte választhat az ember, hogy felszáll-e a repülőre vagy sem. Csak tudod mi a baj? Hogy az ember előre nem tudja, hogy le fog zuhanni a repülő vagy sem. Oké? Ezért olyan repülőre kell felszállni, ami biztos, hogy nem zuhan le. Világos ez? Mert ugye az is biztos, hogy még egy repülő sem marad fenn. De nem mindegy, hogy milyen sebességgel jön le. Szóval a lényeg az, hogy van lehetőség arra, hogy az ember ne menjen befele a gödörbe. Érted? Tehát amikor az a baj a gödörrel, érted, hogy ez úgy működik, mint hogyha egy ilyen homokba lenne a gödör, amely omlik az emberekre, érted? És temeti be az embereket. Amikor én katona voltam, két helyen ástunk lövészárkot. Sorállományú katona voltam, tehát két helyen, egy homokba, ami állandóan omlott befele, érted? De hát gyakorolni kell. Utána meg képzeljétek el, reptéren, ami azt jelenti, hogy olyan kemény volt a talaja, érted, hogy a ásót, ugye ilyen gyalásó úgy hívtuk, gyalogos ásó, bele, gyalogsági ásó, így van, belevágtuk, és akkor egy ilyen kis darabocska kiszakadt a földből. És nem tudom hány órán keresztül ásott mindenki fekvőgödröt. Tehát, hogy épp akkorára sikerült, hogy valamennyire nem látszottunk ki. Az enyém olyan volt, hogy tértől lefele kilógtam belőle. Borzalmas volt. De szóval a lényeg, csak azért mondom, hogy na ez a homok helyzet. Amikor ás az ember is, és ugye omlik rá a homok. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogy te mit szeretnél. De tehát te egy olyan ember vagy, aki bizakodik, mert azt mondod, hogy te milyen optimista vagy. Aha, hát akkor nem tudom, mennyire voltál optimista a jövővel kapcsolatban, mondjuk tavaly február végén. És mire mentél az optimizmusoddal? Jó kérdés, nem? Tehát hiába volt valaki a jövővel optimista mondjuk március elején vagy február végén tavaly, sokra ment vele. Oké? Tehát itt egy dolog van. Ez az emberiség jelen formájában alkalmatlan a túlélésre.
vagy megváltozik, vagy elpusztul. Világos ez? Még a mesében is az van, hogy a jutalmat akkor nyerik el az emberek, ha próbákat kiállják. Ez, ami most van, ez a tudatosság próbája. Oké? És itt azok fognak túlélni, akik tudatosak vagy tudatossá válnak, és ezt a tudatosságukat fent tudják tartani. Mert hiába mondja valaki magáról, hogy tudatos. Ha rossz állapotba süllyed, minden ember elveszti a tudatosságát, ha nem tudja megtartani a higgadtságát, a nyugodtságát. Na most azért nézz körül a környezetedben, hogy vajon az ismerőseid mennyire tudják megtartani a higgadtságukat, nyugodtságukat. Hát nem tudják megtartani, mert nem azok. Tehát azt tudja megtartani a higgadtságát, nyugodtságát, aki az. Ha van egy helyzet a világban, bármi, neked arra a helyzetre kellenek megoldások. A jelenlegi szigorodó helyzetre vannak megoldásaid. Tehát azt gondolod, hogy azzal, amivel túléltél 2020 márciusig, február végéig, március közepéig, azzal simán túlélsz a következő mennyi? Másfél évtizedben? Óriási tévedésben vagy. Tehát amikor a fentieket megkérdezem avval kapcsolatban, hogy meddig tart ez az egész, tudod, mit mondanak? Az, hogy minimum jövő év vége, addig megyünk befele. De ha kell, sokkal hosszabb ideig tart. Tehát ameddig az emberek nem kezdenek változni. Oké? Tehát sajnos én azt látom, ugye nem tudom mennyire tudod, én 87-ben kezdtem el emberekkel foglalkozni, 91-től szervezek embereket, és 91-től van saját szervezésű csapatom. Azóta folyamatosan van saját szervezésű csapatom. Összesen több százezer fős csapatot szerveztem már, illetve több mint százezer, inkább úgy mondanám, szerveztem. Már nem egyedül, nyilván, a csapattal együtt. De jóval több mint 10 000 emberrel dolgoztam már együtt. Közvetlenül vagy közvetve. És hát sok mindent megéltem az emberekkel kapcsolatban. És tudod, mi a legfőbb, egyik legfőbb rádöbbenésem? Nem most történt ez, hanem már régen döbbentem rá. Hogy az emberek akkor változnak, ha rákényszerülnek. Oké? Ha rákényszer, mondok egy példát. Nem a szükség kényszeríti az embereket, nem. A kényszer kényszeríti. Nézd meg, mondok példát. Az 50-es években volt szükség, sőt volt egy forradalom is 56-ban. Aminek nemrég ünnepelték ugye az évfordulóját, vagy ünnepeltük az évfordulóját. És megváltoztak az emberek. Attól, hogy volt egy forradalom. Megváltoztak az emberek. Attól, hogy volt egy szükség. Megváltoztak az emberek.
Dehogy változtak meg. Tehát ugye tudjuk jól, hogy például tavaly elkezdték egy csomó cég a dolgozóikat leépíteni. Na most nem tudom, tudjátok-e, hogy mire megy ki ez az egész. Tehát arra megy ki ez az egész, hogy ugye már réges-régen mondom, már vagy 10 éve legalább, hanem 11, vagy annál több, hogyha technikai forradalom vívmányait bevezetnék a munkaerőpiacon, akkor jelenleg ilyen 40-50%-os munkanélküliség lenne. És nem tudom, tudod-e, hogyha egy gép dolgozik, azután nem kell személyi jövedelemadót fizetni, nem kell nyugdíjjárulékot fizetni, nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni, stb. Stb. Nem kell. De egy dolgozó után kell. Ezáltal effektíve a dolgozó kerül a legtöbbe egy munkaadónak. Demonstrálnám, jó? Mi nekünk azért, mi azért lettünk bajba az első válság, 2008-as válság után, mert nem küldtek el a dolgozóimat. És addig nem küldtem el a dolgozóimat, ameddig, hát ameddig tudtam őket finanszírozni. De ezáltal elfogyasztottuk az összes tartalékunkat. Hát mert olyan jó szívem volt a dolgozók irányába. És emiatt hát majdnem padlót fogtunk anyagilag 2010-ben. És kellett 6 év, 5 év, mire kilábaltunk belőle. Mint cég. És tudod, mi volt a probléma? Az jövedelemadó, a járulékok kifizetése. Az volt a probléma. Érted? Meg persze a visszaesett termelés, persze. Tehát a visszaesett teljesítmény, mert ugye nem termelés volt, hanem szolgáltatásra foglalkoztunk, mindegy, a visszaesett teljesítmény. Na most, lényeg az, hogy gondold végig, hány cég elkezdte csökkenteni a lélekszámot, és nagyon sok cégnek ez a helyzet, főleg a nagyoknak, amelyiknek van pénzük a gépesítésre, ez a helyzet kiváló lehetőség, indok, kiváló indok a személyzet leépítésére és a gépesítésre. És gondold végig, hogy visszaesik a teljesítmény, a cégek teljesítménye, első körben leépíti a dolgozóit, egy csomó pénzt megspórol ezáltal, hogy leépíti őket, fölkészül a jövőre, gépesít, van egy szabály, egy szabály a többi között, hogyha növekedést akarsz, akkor készülj fel a teljesítésre. Ez egy szabály a sok közül. Amikor az ember bajba van, tehát lefelé mennek az eredmények, de teljesíteni akar, akkor az egyik nagyon fontos lépés, hogy felkészüljön a teljesítésre.
és a gépek jóval többet tudnak teljesíteni, mint az emberek. Tehát mondok egy példát, én pénzintézet elnök voltam, első számú ember, az egyik olyan pénzintézetnél, amelyik az én vezetésem alatt lett nulláról, mert én alapítottam, én találtam ki az egészet, nulláról a legnagyobb lett. Ez az önkéntes nyugdíjpénztári területen volt. Már nyilván ez sok embernek szemet szúrt, stb. Nem tetszett, hogy függetlenként a legnagyobbak lettünk, nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy gondoljátok végig, úgy kezdtük az adminisztrációt, hogy emberek manuálisan csinálták. És kellett hozzá két-három műszakba több mint 30 ember az adminisztrációhoz. Utána, amikor a gépesítés megtörtént, ugyanazt a munkát elvégezte 3 ember. Érted? És 27-re meg nem volt szükség. Na, ezt jelenti a gépesítés. És az azt jelenti, jó, az azonnali pénzkiadás, hogy gépesít az ember. Nem is kicsi. De már középtávon bőven megéri, nem hosszú távon, középtávon a vállalkozásoknak. És most a vállalkozások azt csinálják, mondok példát, hát ezt látja mindenki, a lezárási időszakban egy csomó hotelt felújítottak. Miért? Készültek a teljesítésre. Világos? Tehát egy hotelnél a gépesítés például az, hogy 3 csillagosból csinál 4 csillagost. Érted? Vagy 5 csillagost. Mert volt rá idő, mert így is kiesett a bevétel, meg úgy is kiesett a bevétel, érted? De azt az időszakot a felújítással eltöltötték. Na, ugyanez a vállalatok, ha egy kis vállalatnak, vállalatvezetésnek van egy kis gógyia, akkor mit csinál abban az időszakban, amikor visszaesik a teljesítmény és a dolgozók nem tudnak dolgozni? Fogja és gépesít. És utána meg azt mondja, hogy köszönöm szépen a munkátokat. Oké? Ráadásul ugye az ilyen vállalatoknál még az is volt, hogy azt az időszakot, amit nem tudott fizetni egy munkaadó a dolgozóinak, azt az állam valamilyen szinten átvállalta. Vagy például úgy támogatta, hogy nem kellett utánuk fizetni járulékot is, és egyéb adót. Tehát attól függ, milyen államról van szó. Itt is volt, de nálunk kevesebb ilyen támogatás volt, mint például nyugaton. Tehát az állam fizette addig a dolgozókat, ameddig a termelés visszaesett. És utána az alatt gépesíthettek, és utána azt mondta a munkáltató, hogy köszönöm szépen, most már ennyire nincs szükségünk. Ennyi dolgozóra. Világos ez? Tehát nem volt sehol az, hogyha visszaáll minden, akkor a dolgozókat nem bocsáthatja el. Sehol nem volt ez. Na most azért gondold végig, úgy fogják kiszámolni a segélyeket, amikor a dolgozók 40-50%-a segélyen fog élni, és ez tudod hány éven belül lesz? Pár éven belül. Tehát egy kezeden meg tudod számolni, hogy hány éven belül. Az azt jelenti, hogy az emberek segélyből fognak élni. És tudod, hogy fogják kiszámolni? Hogy te a létminimumon éljél. Világos ez? A családoddal együtt? Természetesen. A létminimumon. Tehát magyarul, ahogy a magyar mondja ezt, hogy hát vízre meg kenyére legyen elég. Na, annyi lesz.
De már, nem tudom, figyeled-e a benzin áremelést, meg a gázolajnak, tehát az üzemanyagnak a áremelkedését. Hát nem fogsz tudni tölteni üzemanyagot az autódba. Nem fogod tudni kifizetni. Miből? Világos ez? Ugyanez a nyugdíj. Neked van mondjuk az átlag nyugdíj ma Magyarországon olyan 150-160 ezer forint durván. Mondjuk 150, annyit kapnak az átlagban a nyugdíjasok. Most gondold végig. Mit tudom én, 2019-ben is, mit tudom én, 10-20 ezer forinttal kevesebb volt a nyugdíj, azóta 10-20 ezer forintot emeltek a nyugdíjon. Oké? Okay? Tehát havi, éves szinten egy 10-20 ezeret emelnek a nyugdíjon. Aha. És közben van mondjuk egy 30-40 százalékos, nem kimondott, tényleges áremelkedés. Oké? Okay? Ami azt jelenti, hogy a nyugdíjad vásárló értéke az évente kb. 10-20 százalékkal csökken. Akkor kérdezem én, mikorra fogod vajon elérni a létminimumot a nyugdíjaddal? Az átlag nyugdíjaddal? A kezeden meg tudod számolni, hogy hány éven belül. És ez nem negatív gondolkodás. Itt van egy olyan emberiség, ami jelen állapotában, bocs, hogy ezt kell mondani, szartér. Ami nem érdemes a túlélésre, érted? Miért? Mert az alap küldetését az ember 99, akárhány tized százaléka nem teljesíti. Egy olyan világban nem teljesíti, ahol utána tudna neki nézni, hogy neki egyáltalán mi a küldetése, érted? Bárki utána tudna nézni. Nem úgy van, mint az internet időszak előtt, hogy hol nézzek utána. Bárki utána tudna nézni. És akkor azt mondja, hogy jó, tudom, ez a küldetésem. Aha, és itt vagyok, meg akarom valósítani a küldetésemet. Tessék, itt vagyok, mit tegyek? Hány ilyen emberrel találkoztok? Hát basszus kulcs, ha benned nincs egy ilyen, nem vagy alkalmas a túlélésre. Gondolod, hogy azért születtünk, hogy zabáljunk, megdugjuk az asszonyt, vagy ő befogadja, érted? Ezért születtünk. Ezért született az ember? Hát ezért sem értem, hogy az ember szülessen. Gondold végig, az egész állatvilágnak magában, a földi biológiában szerepe van minden állatnak, minden növénynek és az embernek. Tehát ha megnézed, bármilyen növényt vehetsz, bármilyen állatot, annak megvan a szerepe az élővilágban. Igen, és az embernek. Mint a legfejlettebb élőlénynek itt a Földön. Mondd már, mi a szerepe! Az, hogy szaporodjon. Az összes élőlénynek az a szerepe? Egyiknek se. Valami mást szolgál az a növény. Világos ez? Például mondjuk táplálékul szolgál egy másik állatnak, vagy táplálékul szolgál egy élőlény egy másik élőlénynek. Érted? És nekünk
mi a rosszabb a szerepünk? Én tudom, de te tudod-e? Mi mit szolgálunk? Ha az összes élőlény egy fejlettebb élőlényt szolgál, ha, akkor mi mit? Ó, hát mi nem? Hát mi vagyunk a teremtés csúcsa, minden minket szolgáljon. Akkor te hülye vagy, ha ezt gondolod. Erre ezt tudom mondani. Bocs, hogy ilyen drasztikusan fogalmazom, de egyszerűen el kell érnem, hogy átmenjen. Figyeld, ha ez most betalált, akkor betalált. Ami azt jelenti, hogy az akkor rád érvényes. Ha meg valakinek nem inge, mert tudja a válaszokat, akkor nem is találd be. Világos ez? Hát a legtöbb embernek fölteszel kérdéseket az élet értelmével kapcsolatban, és néz, mint a vett malac. Hát mondom, nem bánnám, ha felírnád ezt a kérdést, hogy az egész, ezt a gondolatsort, hogy az egész élő világnak megvan a szerepe, hogy mit szolgál, és az ember mit szolgál. Hm? Tehát minden élőlény egy fejlettebb élőlény szolgál. És az ember mit szolgál? De erre te tudod a választ? Aki itt tanulsz? Tudnod kell. De nem mondom el azoknak, akik nem tanulnak itt. Miért akar, nem tanulsz itt, miért akarod megélni azt, hogy szenvedni fogsz, és lemész a gödör aljára, és addig, míg a gödör aljáig érnek az emberek, baromi sokat fognak szenvedni. Miért akarod ezt választani? Én csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy az emberek, ugye az imént említettem, hogy mióta foglalkozok emberekkel és mennyit, és ugye kaptam különleges képességeket. És azt tapasztaltam, hogy a legtöbb ember, aki kinyílik a fejlődésre, az valamilyen kényszerhelyzetben teszi. Érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy nem volt más választása. Ez mit értek ezen? Csak hogy világossá tegyem. Az ember olyan, két-három problémával általában az emberek elboldogulnak, mert hát a szomszéd is elboldogul, meg a másik barát is, ismerős is, stb. Mindenki elboldogul két-három problémával. De amikor az embereknek már nem két-három problémájuk van, hanem ennél sokkal több, na ott kezdődik a gond. És ez olyan, mint mikor az ember feje fölött átcsap a hullám. Érted? És akkor elkezd fuldokolni. Tehát az emberek szépen elkezdenek majd fuldoklani. Nem vízben, hanem az életükben. És miért akkor akarsz magadon segíteni, amikor már fuldokolsz? Lehet, hogy úgy jársz, mint a viccben. Hogy a Balatonban fuldoklik egy ember, és ordibál, hogy
hogy segítség, segítség, és egyszer csak meglátja, hogy nem messze tőle, tudom én, egy pár tíz méterre, hát csónakban halásznak emberek. És akkor ki ordibál nekik, hogy halászok, segítség, halászok, segítség, és akkor visszaszólnak a halászok, hogy mi is? Mármint, hogy ők is halásznak. És nem mentek segíteni. Érted? Miért nem? Mert nem jó fejezti ki magát. Oké? Na, így fognak járni az emberek. Hogy majd ordibálnak, hogy segítség, segítség. Vagy ugye a másik viccben, hogy ez ilyen tanviccek, hogy árvíz van. És ugye a parasz bácsi meg szépen fölmászik a padlásra. A víz meg emelkedik. Fogja. Már ugye a padlást is elkezdi ellepni, fölmászik a kéményre. Hát ugye a víz tovább emelkedik szépen, és arra jön egy hajó. És akkor mondja, hogy jöjjön bácsikám, szálljon be a csónakba, mert azt mondták, hogy tovább fog emelkedni a víz. Menjetek gyerekeim, mert majd a jó Istenem megment. Jó, a víz tovább emelkedik, arra megy egy csónak. Bácsikám, szálljon be a vízbe, vagy a hajóba, a csónakba, mert itt gond lesz. Menjetek nyugodtan, mentsetek mást, engem a jó Istenem megment. Nem sokára arra jön egy helikopter, egy emelkedik a víz, és akkor mondja a helikopterben lévő ember, hogy jöjjön, leküldöm a létrát, másszon föl, mert itt nagy baj lesz. Menjetek tovább, mentsetek meg mást, engem majd a jó Istenem megment. Hát a víz emelkedik tovább, és a bácsika belefullad. Majd fölkerül a Jóisten elé, és számon kéri a Jóisten, hogy ott vártalak és nem mentettél meg. És akkor azt mondja a Jóisten, hogy küldtem neked egy hajót, nem szálltál be, küldtem neked egy csónakot, nem szálltál be, küldtem neked egy helikoptert, abba se szálltál be. Mi a Jóistent vártál tőlem? Na ugyanígy fognak járni az emberek. És kapják a segítséget, meg tudnák oldani az életüket, de inkább megvárják, hogy anélkül, hogy bármit tennének, hogy majd a jó Istenük megsegíti. Aha, és nézd már meg az életedet, hogy eddig mit tettél mondjuk a bolygóért, mit tettél az emberiségért, mit tettél az emberekért, mit tettél az emberek tudatosságáért, tehát ezek közül bármi a jó válasz. És akkor mondják sokan ilyen, hogy például mit tettél a bolygóért, szelektíven gyűjtöm a szemetet. És mennyi szemeted van havi szinten? Mennyi szemetet termelsz? Csak úgy kérdezem, mert például egy városlakó baromi sok szemetet gyűjt. Régen nem jöttek kukás autók, ha emlékszel. Minden szemetet megsemmisítettek. Hogy? Hát úgy, hogy például avat üzettek. Simán. Na szóval lényeg az, hogy gondold végig, jön egy olyan világ, ahol addig fogják préselni az embereket, míg olyan helyzetbe kerülnek, hogy vagy meghalnak, vagy azt mondják, hogy fejlődni akarok. Tehát én azt tapasztaltam, csak hogy tisztába tegyük ezt a kérdést, hogy olyan dolgokon is átestem annak idején a múltban, amit senkinek nem kívánok. Tehát senkinek. Tehát olyan próbákon mentem át, amit szó szerint senkinek nem kívánok. Tehát abban a legtöbb ember, hát ha nem is éppen belehalna, de tönkre menne anyagilag. Én nem. Tehát megoldottam.
ezeket a dolgokat. Tehát olyan dolgokat éltem meg, amit a legtöbb ember nem úgy élt volna meg, ahogy én éltem meg. És ez azt jelenti, hogy tudom, milyenek ezek a dolgok. Tehát tudom. Tudom. És én azért tudtam megoldani a dolgokat, mert ugye volt tudásom hozzá, hogy ezt megoldjam. Nyilván nem olyan szinten, mint most, de akkor is, az átlagnál már akkor is jóval magasabb tudásom volt az élettel kapcsolatban és az ember működésével kapcsolatban. Na most azért én megtettem azokat a dolgokat, ami a túlélésemet elősegítette, mert előtte már tanultam. Most akkor nézd meg azok az embereket, akik nem tanulnak semmit. Nekik a tanulás, hogy nézik a tévét vagy a videókat, érted? Az a tanulás, vagy a YouTube-on a sok hűítést, vagy a Facebookon a sok hűítést. Na most gondold végig, abból túl sokat nem tanulnak avval kapcsolatban, hogy egy jelenbéli problémát hogyan oldjon meg az ember. Tehát olyan problémákat kaptam, amiben a legtöbb ember depresszióba esne, érted? Én nem estem depresszióba. Na most egyszer se, azt sem tudom, tudom mi az, de én még sose voltam depressziós, és nem is leszek. Lényeg az, hogy ha az embernek van tudása, akkor nincs olyan élethelyzet, amit ne tudnám úgy megoldani, hogy előrefelé vezet a kiút, érted? És nem hátrafelé. Tehát itt olyan tudást kapnak az emberek, ami ahhoz kell, hogy bármi éri az embert, meg tud oldani. Ha olyan van, mondjuk, hogy most elkezded a képzést, és hamarosan kapsz egy problémát, vagy már benne vagy egy problémába, de még nincs hozzá tudásod. Tehát az a lényeg, hogy nincs elég tudásod egy probléma megoldására. Akkor itt vannak olyan vezetők, akik tudnak segíteni speciálisan, rád szabottan a megoldással. Ami annyit jelent, hogy mondok példát, jó? Szerinted a vállalkozások többsége, túlnyomó többsége, nem tudom, tudod-e, hogy több mint 80%-a a vállalkozásoknak az első 3 évben tönkre megy. És tudod-e, hogy miért? Azért, mert az adott problémára nincs tudása, és ezáltal megoldása. Érted? Tehát fölmerül egy probléma a vállalkozásban, és nincs tudása és megoldása. Akinek van sok pénze, az olyankor azt csinálja, hogy áthidalja ezt a kérdést, hogy olyan szakembereknek fizet, akik tudják a megoldást. Érted? Na most ezért mennek tönkre a vállalkozások, nem más, nincs második ok. Jó? Az a második ok, az mint a 3% alatt van, az meg kit érdekel. Érted? Ugyanez az élet. Tehát most belekergetnek minket egy olyan helyzetbe, minket embereket, úgy értve, hogy egyre több és több problémád legyen. És ha nincs hozzá tudásod, ugyanúgy tönkremész, mint egy vállalkozás, érted? Csak úgy mész tönkre, mint egy magánszemély. Hogy szoktak tönkre menni a magánszemélyek? A magánszemélyek úgy, hát a vállalkozások úgy mennek tönkre, hogy bezárják a vállalkozást. Az egyének úgy mennek tönkre, hogy lesüljenek depresszióba a problémák miatt, és utána belehalnak a problémáikba. Érted? Így. Tehát egy ember, amikor azt látja, hogy kilátástalan tovább, akkor meghal. Érted? Így működik az ember.
És itt nagyon sok ember fogja látni a kilátástalanságot, és ezért mondtam azt, hogy ez nem rövid táv. Mert az embereket úgy fogják belekényszeríteni egy utcába, érted? Hogy ne lássák a kiutat. Érted? Mert a kiút, az tudod milyen? Ez olyan, mint mikor van egy erdő, tök sötét, és ott találkozol egy emberrel, aki abban a tök sötétben is tudja az utat, és akkor el tud vezetni a fényhez, mondjuk abban a házban, ahol van világítás. Érted? Na most a legtöbb ember egy ilyen erdőbe, ahol nincs jártassága, ott pusztul el. Érted? De az, akinek van ott jártassága, az tudja, hogy merre kell haladni. Érted? Tehát itt a jövőben bele lesz az emberiség, ne felejtsétek szavam, jegyezzétek meg, bele lesz az emberiség kényszerítve egy kilátástalanságba, de bizonyos emberek fogják látni a kiutat, mint például én is, oké? És azok, akik látják a kiutat, azok tudják kézen fogni az embereket, és azt mondják, hogy gyere velem, és te neked lesz kiút, a többi meg ott pusztul. Világos ez? Aki azt mondja, hogy megoldom, én olyan okos vagyok egyedül, én mindent megoldok, mert hát én megoldottam a 20. században is a dolgokat, meg a 21. század elején is megoldottam, nehogy már itt kicsesszem velem ez a 20. század nem annyira eleje, vagy 21. század nem annyira eleje. Én ismerek személyesen olyan embert, embereket, de elsősorban egyet, akit nagyon közelről ismerek azért, de embereket ismerek, akik a legnagyobb bajban sem fogadnak el segítséget. Érted? Érted? Tehát óriási bajban van, és nem fogad el segítséget. És aki nem kér segítséget is, illetve nem érdemel segítséget, mert kérni kell és érdemelni, akkor azon nincs segítség. Világos ez? Tehát akkor nincs segítség. És az, tudod, hány ember lesz így, aki majd azt gondolja, hogy megoldja? Hát mint gondold végig, hány olyan ember van, aki azt gondolja, hogy már másfél évben, hogy jön a jobb világ? Hát az a többség. Az a túlnyomó többség, aki azt gondolja, hogy jön a jobb világ. És akkor én előre mondtam már tavaly tavasszal, hogy az ilyen lesz. Tehát jobb, rosszabb, jobb, rosszabb. És egyre rövidebb, jobb szakaszok lesznek. Tehát megnézed, akkor azt látod, hogy hát ha vannak szigorítások, akkor mire való volt az oltás? Csak úgy kérdem. Ez nem tűnik föl senkinek. De akkor mire való volt? Hát azért oltatta be magát mindenki, nem? Mert hogy ne legyenek ilyen szigorítások, nem? Tehát hogy ne legyen járvány, nem azért? De van egy érdekes dolog ebben kapcsolatban, csak egy mondat, hogy a járványok, főleg ugye az ilyen influenza-szerű járványok, azok csesznek arra, hogy te az előző évben vagy előző hónapokban mivel oltattad be magadat. Érted? Hát eleve szakemberek, orvosok, akik ezt csinálták, az oltásokat, például az influenza oltásokat, nem erről az oltásról beszélek, megmondták,
hogy sose tudtunk arra oltani, amilyen járvány volt. Hát nyilvánvalóan, hát gondold végig, hát ha valami új, mint a vírus ütötte föl a fejét, arra hogy oltottak? Sehogy. És akkor beoltották egy elmúlt járványban szerepelt vírusra. És mintha most is nem ez lenne? És mi kérdezem? Hogy halkan. Nem ez van véletlenül? És akkor hamarosan halljátok majd, hogy hát arra nem volt elég az oltás, vagyis erre nem volt elég az oltás, az arra lett volna jó, de hát az már nincs, most új van. És akkor az megint csak szakemberek. Járványkor nincsen oltás. Járvány megelőzésére van az oltás. Járványhelyzet előtt vannak az oltások. Nem én mondtam, a szakemberek mondják, akik évtizedekkel ilyennel foglalkoztak. És akkor most hirtelen megbolondultak az egészségügyi vezetők. Ja, hogy ők sose vettek részt oltásban, és nem értenek hozzá, mert ők mindig górék voltak csak. De akik ezt csinálták és oltották az embereket, ezt pontosan tudják, hogy járványhelyzetben nincs már megelőző oltás, mert nem érnek vele semmit, csak olaj a tűzre. És akkor mi a propaganda ezzel kapcsolatban? Hogy még nagyobb átoltottság legyen. Tehát érdekes egy helyzet, mindegy, erről bőven elég volt ennyit mondani. Jó, tehát gondold végig, hogy inkább azt mondom, hogy gondolkozz, használd az agyadat, azért van, nem azért, hogy lötyögjön, nem azért, hogy gondolkodj. Nem kell ezeket a dolgokat elhinni. Az a baj, hogy a jövővel kapcsolatban én az elmúlt 25 évben, meg lehet kérdezni Irmuskát, aki most már 26 éve itt tanul, az elmúlt 25 évben én nem mondtam a jövővel olyan dolgot, ami nem jött létre. Érted? Ez a probléma ezzel. Még akkor sem mondtam, amikor pénzügyi területtel foglalkoztunk. Érted? És akkor egy-két gondolat még ezzel kapcsolatban, hogy hogy oldhatod meg azt a helyzetet, hogy jól jöjjék ki ebből az egészbe. Tehát ugye az imént említettem, hogy egyedülállóak vagyunk, amit csinálunk. És itt a kulcs. Csinálunk. Tehát nem azt csináljuk, hogy van egy előadó, akit úgy hívnak, hogy Szedlacsik Miklós, és akkor próbál valamilyen formában, mit tudom én, YouTube-on, vagy sportcsarnokban, vagy mit tudom én hol, vagy sportcsarnokokban előadni embereknek. Nem. Én folyamatos képzést nyújtok. Sok éven keresztül. Sőt, élethosszig tartó képzést nyújtok. Keres még olyan előadót, amelyik élethosszig tartó képzést nyújt neked. Na arra varjunk, varj gombot. Ameddig élsz, tudok élethosszig tartó képzést nyújtani neked. Meg ameddig én élek, persze. Na most onnantól kezdve gondold végig. Tudáshoz tudsz jutni, és tudáshoz tudsz jutni. Tartani embereket. És ez a kulcs, nem a tudáshoz jutás a kulcs, hanem a tudáshoz
juttatás a kulcs. Miért? Mert te minél embert, minél több embert juttatsz tudáshoz, annál tevékenyebb vagy. Oké? Mert a juttatás, tehát hogy tudáshoz juttatni másokat, azt nem lehet úgy, hogy mentálisan rákoncentrálok, és maguktól csak úgy jönnek az emberek. A kutya se fog magától jönni. Neked azért tenned kell, hogy általad egyre többen és többen tanuljanak és fejlődjenek. Az nem azt jelenti, hogy neked kell őket tanítani, de én úgy látom, hogy egy idő után azok, akik már sok embert hoztak, azok szívesen tanítják az embereiket. Pedig kezdetben ez abszolút nem volt kedvükre. Tehát mondhatjuk, hogy távol állt tőlük, de most már nem áll távol tőlük. És gondold végig, egyetlen kiút van az emberiség számára, a tanulás, a fejlődés. Na most, mi meg pont, mint foglalkozást ezt csináljuk. Hogy tudáshoz juttatjuk az embereket, és a tanulóidnak a tandíja, annak a nagy része, konkrétan a jelenleg 75%-a, ez 50%-ról indult, jelenleg 75%-a az jutalékként azok között szét van osztva, akik hozzásegítették azt az illetőt, hogy ő tanuló lehessen. És ebben benne van az is, hogy téged is hozzásegített valaki ahhoz, hogy tanuló lehess. És ezáltal ugye a bevételnek a 75%-a szétosztásra kerül azok között, akik a szervezik a tanulókat. Oké? Tehát nem azok között, akik megszervezik, hogy a sportcsarnokban legyen előadás, nem azok között, akik baromi jó marketing, informatikai ismeretekkel rendelkeznek, és óriási nézettséget tudnak elérni mondjuk a Facebookon vagy a YouTube-on, nem. Nem azok kapják meg a lóvét, mert azok csak páron vannak, hanem minden tanuló, aki hoz tanulókat, sőt utána a szervező tanulókat vezeti. És a szervező tanulókat vezetők ebből élnek. Oké? Na most akkor úgy kérdezném, hogy vajon megy befele az ember a slamisztikába, és csak egyetlen egy kiút van a tudás, és mi pont a tudás átadással foglalkozunk, akkor vajon üzleti szempontból vajon milyen dologról van szó? Tehát akkor az azt jelenti, hogy ha minél rosszabb az embereknek, annál jobban akarnak tudáshoz jutni. És itt vagyunk mi. Tehát nekünk az baromi jó, ha az embereknek egyre rosszabb. Nem vicc. Komoly. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ha bármi kérdésed maradt volna, és még nem döntötted el, hogy tanulóvá válsz, akkor keresd meg a vezetődet, az ajánlódat, vagy ugye az irodánkat. Szeretlek benneteket, sziasztok!